Jó estét kívánok, folytatódik a mi történetünk. 15. alkalommal szervez jótékonysági gyűjtést az EGRI Szilágyi Erzsébet Gimnázium. Az intézmény karácsonyi jótékonysági műsorának célja évek óta változatlan, azaz a határon túli magyar diákok és intézmények segítsége. A rendezvénnyel és a gyűjtéssel kapcsolatban vendégünk Rázsi Botond, az intézmény vezetője, Békési Katalin, az iskola pedagógusa, a program szervezője, és Koncsos Emese, az intézmény tanulója. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Jó estét kívánok. Hát idén ugye kicsit másként zajlik a műsor, meséljenek valaki erről egy kicsit, hogy most miben más, hogyan épül föl így digitálisan. A Szilágyiban az elmúlt hetekben, hónapokban kipróbáltunk jó pár olyan felületet, aminek a segítségével meg tudjuk szervezni ezt a műsort. Jelesül, hogy nyilván egy koncert, hiszen egy jótékonysági koncertről van szó, amelynek kapcsán gyűjtünk adományokat. Egy koncertet meg lehet úgy is szervezni, hogy fölvesszük, és aztán egy online eszköz segítségével valamilyen platformon levetítjük. Így döntöttünk, hiszen mindenki, aki ebben a műsorban szerepelhet, lelkesen reagált a felkérésre, és az a cél, amit ezzel el akarunk érni, az továbbra is cél. Különösen úgy gondolom, hogy ezekben az időkben, amikor biztos, hogy vannak olyan települések, biztos, hogy vannak olyan határon túli magyarok, akik még további megsegítésre szorulnak, őket továbbra is illik támogatnunk. 15 éve kezdődött ez a kezdeményezés a Szilágyiban. Minden évben nagyon nagy sikerű volt, és hát nem szabad feladni. Ha idén nincs is gombavató, ha idén nincs is Erzsébet bál, mert azok tényleg olyan közösségi élmények, amelyeket nem lehet máshogyan megszervezni, ez egy olyan esemény, amit meg lehet, és akkor tegyünk bele erőfeszítést. Így bár döntöttünk, és bárhogyan is, de legyen. Így van, így van. És kik a fellépők, azt lehet tudni? A fellépők az iskola diákjai szoktak lenni. Önként jelentkeznek, hogy szeretnének szerepelni a műsorban. Éppen ezért ez nem egy előre megszerkesztett műsor, hanem változatos. Tehát minden évben más és más szereplők, más és más műsorszámokkal. Mindig sokan jelentkeznek, szóval kell válogatni, vagy mindenki fellép, aki jelentkezik? Van, amikor válogatnunk is kell, de azért többnyire megoldjuk, hogy beleférjen mindenki a műsorba. És mesike, te hogyan veszed ki a részed a műsorból? Nekem csak mesike. Nekem csak mesike, ekkora gyerekkora óta is. Ja. Hát én már mióta a Szilágyiban vagyok, minden évben fellépek valahogy. Hát mivel? Éneklés. Első évben talán barátnőmmel szoktunk amúgy fellépni. Ő gitározik, én pedig énekelek, de amúgy apukámmal is szoktunk, és idén is vele tervezek majd fellépni. Édesapja a tanára a gimnáziumnak. Igen. Zenetanár, szabad énekes. Tudni, mit adtok majd elő most? Hát, egyelőre még nem. Ó, még szervezésben van. Majd tud átküldi. De akkor nem első alkalom már. Nem első, igen. De hát most így online biztos más lesz. Hát nyilván hiányzik a közönség. Mint mindenkinek. A belépők megvásárlásával kiket és hogyan tudnak segíteni? Most nem tudom, megint kire néznek. A belépő díjat most ugye virtuálisan adomány formájában lehet eljutatni az iskola alapítványa számára. Ezt mi összegyűjtjük, hiszen látni fogjuk az átutalásnak a közleményében, hogy erre a jótékonysági célra érkezik, és most úgy döntöttünk, hogy ismét Kárpátaljára fogjuk küldeni az adományt. Kárpátalján a Munkácson van egy általános iskola és gimnázium, Rákóczi Ferenc nevét viseli, és van egy magyarországi alapítványuk, és magyarországi alapítvány számára fogjuk eljuttatni egy összegben ezt az összegyűlt pénzt, és ők majd így fel tudják majd használni. Nem kell átlépni a határt ennek a pénznek, és akkor egy kicsit egyszerűbb is az adminisztráció, de biztos, hogy megtalálják a módját, hogy ott Kárpátalján kerüljen felhasználásra. Általában Kárpátalja, vagy pedig Erdély, azon belül is a csángók lakta vidéket szoktuk megcélozni, de volt már példa, hogy a délvidékre, illetve felvidékre is jutott az adományból, de ez a két terület az, ami a leginkább igényli a támogatást, igényli a segítséget. Hogyan választják ki egyébként az intézményeket, vagy a diákokat, akiken segíteni akarnak? Ezt
mindig egy agytrözt az iskola vezetése összeül, és megnézzük azt, hogy kikkel vagyunk kapcsolatban, kik azok, akik segítségre szorulhatnak, és akkor egy rövid kis belső szavazás után akkor meghatározok ezt a célt. Így esett most az Arany János tehetséggondozó program koordinátorának a javaslatára, erre a gimnáziumra, általános iskolás gimnáziumra a választás. Inkább pénzzel, vagy inkább eszközvásárlással segítik a határon túli intézményeket? Az első évben például téglajegyet gyűjtöttünk, vagy hát adtunk el, és ebből támogattuk az első évben egy adott iskolának a építését, de azóta inkább pénzadomány. Az is pénzadomány volt, csak ott kifejezetten téglajegy volt az, ami a fókuszban volt. Általában adományt gyűjtünk, de volt már az iskola életében példa arra, hogy részt vett olyan kezdeményezésben, amikor eszközöknek a összegyűjtése volt és eljuttatása, például a csángókhoz. Mesélte, hogy érzed, bocsánat, ezt muszáj megkérdezni, hogy érzed, hogy az iskolában, akik ilyen céllal fellépnek, te is és a barátaid is, kortársaid is, mennyire érzik át ennek így lelkileg így a fontosságát, hogy azért van ez az egész, hogy adhassatok, hogy segítsetek másokon? Szerintem nagyon-nagyon átérezzük. Tehát mindenki, aki fellép, az nyilván azért is fellép, hogy megmutatja, hogy mit tud, megmutatja magát az iskolának, és ez egy nagyon jó lehetőség amúgy nekünk, de nyilván átérezzük, hogy milyen céllal vagyunk ott a színpadon. Szilágyival mennyire fogékonyak erre a diákok tanár szemszögből? Én úgy tapasztalom, hogy abszolút. Tehát nem csak a fellépők, hanem azok is, akik az adományokat adják. Nagyon szép összegeket szoktak a gyerekek tényleg így összegyűjteni. És tehát általában tényleg tárgyi adományokat is eljuttatunk ezeknek az iskoláknak, intézményeknek. És ott is tehát oda is önzetlenül gyűjtenek össze játékokat, ruhákat, kerékpárokat, tehát tényleg abszolút így mellé állnak. És hát itt szeretném azért megemlíteni Gáli Ildikó tanárnő nevét, aki az útjára indította ezt. Oda bólogatnak. Ez 15 évvel ezelőtt, tehát ez az ő lelkéből pattant ki, és tényleg ezt a hagyományt így ránk testálta, és hát örömmel visszük tovább. Az tényleg egy hagyomány már. Akkor lényegében ez az önzetlenségre való nevelés hagyománya, hogy lehet így fogalmazni. Igen, és én azt gondolom, hogy itt mi is megajándékozottak vagyunk, akik ajándékokat gyűjtünk. Tehát ez a karácsonyi műsor, ez olyan élmény, ott az iskola aulájában összegyűlik az egész iskola. Közösen mindig eléneklünk egy karácsonyi népdalt is, amit hát az Emese édesapja tanít be többek között Kassainé tanárnővel a gyerekeknek. Tehát egy olyan hangulat, ami most ugye nem lesz meg, de azért így virtuálisan, lelkileg együtt tudunk legalább majd lenni. És tehát így is megajándékozottak vagyunk, illetve visszajeleznek ezek az intézmények és iskolák, és fényképeket küldenek arról, hogy mire fordították, és azért sokszor szívszorító látni, igen, hogy akadálymentesítés, például, hogy a kerekesszékes kislány be tudjon jutni az iskolába, vagy játszótér felújítás ott az iskola udvaron. Tehát tényleg nagyon jó, mert ez egy élő kapcsolatot alakít ki ezekkel a határon túli iskolákkal és településekkel. Az lehet tudni, hogy eddig hány településen tudtak így módon segíteni? Éppen most jelent meg az inzert a képernyőn, hogy ott velem szembe, és ott úgy látom, hogy 15 célpontunk volt eddig, de volt ebben egy ismétlés is. Igen. Tehát 14. Ez gyönyörömbe van pöttyözve, szépen bárányhimlős a térkép. Igen, jól látszik most vizuálisan is a dolog, hogy igen, igyekszünk azért változatosan keresni a célpontokat. Mikor válik elérhetővé a műsor? Mikor lesz a felvétel egyáltalán? A karácsonyi vagy téli szünetet megelőző utolsó pénteken, ez azt hiszem 18-ára fog esni, pénteken délben fogjuk online közzétenni az iskolának a weboldalán, és ott egy közismert közösségi videócsatornán fogjuk megosztani. Akkor van arra lehetőség, hogy külsősök támogatók? Igen, nem csak ezáltal tulajdonképpen kicsit ki is nyílik most a lehetőség, nem csak megtekinteni tudja bárki, hanem adakozni is tud bárki. A honlapunkon ott van a számlaszám, tehát hogyha valaki szeretne adakozni bármekkora összeget, akkor erre a számlaszámra történő utalással nagyon szívesen fogadjuk
a támogatását. És akkor egyedig fenn is marad a weboldalon ez a videó elérhető utólag is? Onnantól kezdve folyamatosan fönn lesz a weboldalon, illetve ez a videó megosztó csatornán. Nagyon szépen köszönjük, sok sikert kívánunk az ideihez is. És sok sikert kívánunk a fellépőknek. Köszönjük. Sok virtuális tapsot. Köszönjük. Köszönjük.